Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy mi is az az áteresztő bélszindróma. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Ujjai Szabolcs Zoárt. Úgy képzeljük el a bélfalat borító réteget, mint egy szúnyoghálót, amely a friss levegőt beengedi, ezek a hasznos tápanyagok, de a szúnyogokat, a bogarakat, a legyeket távol tartja, ezek pedig a nem kívánatos vegyületek. Ha megsérül a szúnyogháló és nagyobb lyukak jelennek meg rajta, a bogarak át tudnak repülni, azaz amikor áteresztő bélszindrómánk van, olyan nagyobb ételrészecskék, kórokozók és más nem kívánatos anyagok is át tudnak hatolni a bélfalon, amelyeknek nem kellene. Az áteresztő bélszindróma rengeteg betegségnek a forrása, hiszen gondolj bele, olyan vegyületek kerülnek be a vérbe, amelyek nem valók oda, így ebből jön létre nagyon sokféle allergia, ételintolerancia, az autoimmun betegségek hátterében is ez áll, emésztőrendszeri problémákkal is összefügg, és rengeteg gyulladásnak is ez a fő forrása. Ezt az állapotot a testünkben egyrészt az elfogyasztott ételek okozzák, másrészt bizonyos tápanyagoknak a hiánya. Leginkább felelősek az állapot kialakulásáért a túlzott cukorbevitel, főként a fruktóz, a glutén, ami ugye a gabonai ételekben található meg, kenyerek, tészták, sütemények, és a túlzott alkoholfogyasztás. Fokozza a problémát, illetve hozzájárul a kialakulásához a dohányzás és a stressz is, továbbá a mikrobiom egyensúlyának felborulása, azaz a bármi miatt romlik a bélflóránk állapota. A bélflóra egyensúly felborulhat az antibiotikumok hatására, a túl sok felszívódó szénhidrát, azaz cukorbevitelétől, az ételekben lévő mesterséges anyagoktól, mint tartósítószerek és színezékek, az egyoldalú táplálkozástól, tehát a hosszú távon mindig ugyanazt esszük, az alkoholtól és a mozgásszegény életmódtól. Jelen van a problémánál az A és a D vitaminnak a hiánya is, mely vitaminok szintje a szervezetünkben leginkább felszívódási problémák miatt csökken, például epesav hiány miatt. Az áteresztő bélszindróma hátterében azonban áll egy sokkal mélyebb probléma, és ez pedig a C-vitamin hiány. A C-vitamin egyik nagyon fontos feladata a kollagén képződés, a prolin és a glicin aminosavakkal együtt hozza létre a kollagént, azt a fehérjét, amely lényegében összetartja a testünket, a szöveteket, a szerveket. Ha nincs elegendő C-vitamin a szervezetünkben, és itt nem az aszkorbinsavra gondolok, hanem a teljes C-vitaminra, nem tud létrejönni elegendő kollagén, azaz nincs elegendő összetartó anyag, tehát lyukak keletkeznek a testünk különböző szöveteiben. Ezek a mini lyukak megjelenhetnek például az ereknél is, ami szív- és érrendszeri problémához vezet, és megjelenhetnek a bélrendszernél is, ami pedig az áteresztő bélszindrómát okozza. Tehát az áteresztő bélszindróma az valójában egy bélrendszeri C-vitamin hiány, azaz bélrendszeri skorbutnak is nevezhető. A probléma megoldásához vezető első fontos lépés ebből azonnal következtethető a kollagén és a C-vitamin pótlás. A C-vitamin esetén ne vagy ne csak aszkorbinsavat pótoljunk, azaz szintetikus C-vitamint, mert az aszkorbinsav mellé nagyon kellenek az áteresztő bélszindróma megoldásához a bioflavonoidok is, mint például a rutin és a kvercetin. A kollagén pótlásához ajánlom figyelmetbe a Mannavita multikollagént, amely 5 kollagén fajtát tartalmaz, az emberi szervezet számára ideális arányban. A második fontos lépés a probléma megoldásához sok olyan élő étel fogyasztása, amely bioflavonoidot, rostot és prebiotikumot tartalmaz, ilyenek főként a bogyós gyümölcsök és a keresztes világú zöldségek, illetve ott van még a nyers virágpor, a hagymafélék, a citrusfélék, a zöld tea. A kollagén képződését és védelmét segíti a kvercetin és a gránátalmában lévő ellagsav. Fontos a probléma megszüntetési, az a magas szénhidráttartalmú ételek jelentős lecsökkentése a táplálkozásunkban, tehát cukor és minden, ami cukorrá alakul, mint például rizs, burgonya, sütemények, chipsek, gabonaételek, csoki fagyi. A dohányzás és az alkohol kizárása is elengedhetetlen, ha el akarunk indulni a regenerálódás útján. A dohányfüst rengeteg C-vitamint használ, az alkohol pedig komoly rombolást végez a belegben. A bélflóra rendbetételével is fokozottan ajánlott foglalkozni, sok probiotikus ételt bevinni, mint kefír, joghurt, savanyú káposzta, kovászos uborka, kombucsa és mások. És végül rendkívül fontos a gyomorsav erősítése is, például almaecet bevitelével vagy betainhidroklorid szedésével azért, hogy az ételek, amelyek a gyomorba bekerülnek, azok a lehető legjobban lebomoljanak,
mielőtt átkerülnek a vékony bélbe. Köszönöm a figyelmedet, bízom benne, hogy hasznos volt ez a videó, jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!